Együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Szevasztok, köszöntünk mindenkit, szeretettel a Restartot, látjátok, ahogy ezt péntekenként megszoktátok, extra kiadásban, itt van mellettem Marci. Sziasztok, és itt van Wendy is, a következő egy órában természetesen a ti kérdéseitek mellett, amiket Facebookon, Skype-on, telefonon felénk intéztek, azon kívül a hét érdekes eseményeiből, híveiből is szemletkedünk nektek, hogy itt a hét második hétvégére, ugye volt közben is egy, legalábbis akinek, szóval a hét második hétvégére sem menjetek úgy el, hogy nem vagytok tisztában ezekkel a dolgokkal. Történt, ugye az Apple házatáján is volt keynote, erről Andrissal itt szerdán meg is emlékeztetek. Közben ismételten elindult a hiszti itthon, ugye elkezdték károsítani a szolgáltatók a magyar telefont, és mentek a bérsorban ülők. Erről is vannak érdekes történetek. Hogyne, sőt, egy érdekes hír is van ezzel kapcsolatban, majd mindjárt erről igen, is beszámolunk. Tehát az egyik szolgáltatónál egy ember se volt, hogy miért. Zárva volt. Nem, hanem, na mindegy, ezt majd mindjárt megbeszéljük. Tehát vannak ilyen dolgok, úgyhogy... Így van, aztán szintén újdonság, még a héten nem beszéltünk, hogy feltörték a Windows 8.1 aktivációs folyamatát. Ilyen, ilyen lassan? Tehát ez elég lassan, igen. Hogy jött a pár nap alatt. Illetve bemutattunk nektek egy videót azzal kapcsolatban, hogy ugye az új Mac Pro hogy néz ki, és hogyan is készül ugye a kuka gyakorlatilag, ami egyébként nagyon jól néz ki, még mindig. Én szerelmes lettem abba az eszközbe. Képzeld, egy Apple 5-ba szerelmes lettem, Marci. Láttam az oldalon. Látod a zavart? A fejemet? Láttam az oldalam, és vakartam is a fejemet oda a gép előtt, hogy hát ezt a gyereket mi lelte. Semmi igazából. Azóta képzeld el, hogy voltam mindenféle bevásárlóközpontokban, és kerestem ilyen kukákat, hogy hát ha tudok venni egy ilyen gépházat magamnak, és belecsomagolom a laptopomat gyakorlatilag. De hát csak nem baj, én dupláron megvenni az eszközöket, azért egy kukában van, de és a világ szeretné, hihetetlen, és a világ szeretné mindezt megvásárolni. Na mindegy, hát mindenkinek ízlése és dolga, hogy mit szeretne venni. És megnéztem egyébként az itthoni iPhone-nál 5C árakat, hogy na, mennyibe kerül. Hát gratulálok, és átért a tengerem. Hát drága a víz, figyelj. A drága a víz, a hajó. Bár volt rezsicsökkentés, de hát az igazából... Az vénasz vagyok nyilván a rezsicsökkentés, mert tök jó. Az maradhatna ilyen, lehetne ilyen telünk egyébként, és akkor... Csak mondjuk akkor a számítógéphűtés nem elég, hogy kiviszem a kertbe mínusz 10-be. Így van. Nos, várjuk tehát a Facebookon is a hozzászólásokat, facebook.com/fixhd, ez a televíziónk globális oldala. Ide csöröghettek, illetve ide szólhattok, ugye csöröghettek, hát ide szólhattok hozzá. Marcit követhetitek a facebook.com/fixmarci címen, engem pedig www.facebook.com/vendifix címen lehet Vendiért rajongani facebookilag. Na, azt nézem, hogy történt-e valami frissülés, vagy valami probléma a Facebookon, ugyanis én nem látom a mások által posztolt, de most már látom, jó, az előző frissülésben nem volt benne. Hát ugye erről beszéltünk is, hogy valamelyiknek megállt a Facebook, legalábbis nem lehetett lájkolni, úgyhogy globális válság robbant ki. Sőt, kommentelni se, meg hát gyakorlatilag szinte semmi nem működött. A chat is szokott rakoncátlankodni mostanában. Valamiféle mozgolódás van a Facebook házatáján, úgyhogy hát bízunk benne, hogy jó irányba működnek majd a dolgok. Ennyi. Első körben. Na beszéljünk akkor erről a iPhone megjelenésről. Nekem egy olyan hírem van. Na, tehát a történet az ugye, hogy a szolgáltatók egy-egy ugye kinevezett üzletben ismételten mutatták be a törhet hésztett székkel, meg stb. És hát a piros szolgáltatónál senki nem várakozott, amin a siphon.com-os meg az ilyen iPhone közösségi oldalakon. Hát és oldalakon. Az hogy lehet, Marci? Hát úgy lehet, hogy előre kitöltötték a papírmunkát ezt igénylő ügyfelekkel, akik csak éjfélre oda mentek átvenni a készüléket. Ja, értem, nem kérték meg őket arra, mint egyes más szolgáltatók, hogy üljék 12 órát, kössék 2 évet, minket nem érdekel az egészséget. Tehát csak egyszerűen vásárolj nálunk, ahol ott ugye egy külön ilyen átvilágításon kellett átmenni az előfizetőknek, az ügyfeleknek, hogy bármilyen tartozásuk van-e bármelyik bugyrában ennek a cégnek, és csak akkor vehetnek ugye iPhone-t. Mondjuk ez jogos ez a történet, mert az embernek össön ilyenre hűséget. Természetesen rögtön két bérsorban állókkal indultak, de az egésznek összefüggésében akkora hype már nem volt, talán kicsit
kezd az embereknek az eszem megjönni, hogy nem kell egy eszközért sorban állni 15 órát, meg háború van ott, hogy hiány van ebből? Vagy én nem értem továbbra sem. Hát figyelj, elvileg ugye az van, hogy válság van, meg ilyenek, az embereknek nincs pénzük, ugyebár, de hát vannak, amiknek viszont rögtön, amint megjelenik egy új eszköz, rögtön sorba kell állni és meg kell venni. Hát ott valószínűleg ott nincsenek ilyen problémák, hogyha valaki egy ilyen készüléket csak úgy megvesz. Bár ugye most van már olcsóbb kategóriás megoldás is belőle, de itt a drágább kategóriás az jobban kelt, és ha minden igaz, akkor egy kisfiú vihette az az első iPhone 5-es készüléket Magyarországon. Úgyhogy... Hol a kép, Krisztián, amit kitettél róla, nem tudom betegelni magunkat. Nem tett ki képet, úgyhogy mindegy. Ne tegelgess, figyelj inkább Marci. Tehát ez a kisfiú vitte haza. Gyakorlatilag mindegy, nem kell mutatni nagyon a képét, mert nem szeretnénk sem személyiségi jogokat semmit sérteni. Hát ugye egy olyan 10-11-12 éves kis formáról van szó, aki egy 5-es készülék kellett rá, gazdagabb gyakorlatilag. Mert neki van valószínűleg nagyon szüksége van egy ilyen prémium kategóriás készülékre, ha nem is a műanyag változatra, ami még ugye a játéktelefonnak is elmény, nem neki a prémium kategóriás sat vette meg, gondolom én anyuci vagy apuci. Egy ilyen 11-12 éves formának abszolút egy ilyen készülékre van szüksége. Így van, egészséges lesz, amikor beviszi az iskolába, és esetleg a szegényebb sorsú gyerekek. Hát ha egyáltalán elér odáig vele, tehát ugye? Hát levegyek az ujját. És úgy, hát igen, hát hogyha első lettél, akkor ezt... Szóval megint itt tartunk, kérem szépen egyébként. De hogy, nem tudom, tehát egy maga az, hogy generálják ezt a sorban állást, tehát nem úgy van, hogy megjelenik az iPhone, és van belőle annyi, miután tudják, hogy szükség lesz rá, küldenek annyit Magyarországra, meg a különböző országokba, hogy bemész két nappal később, amikor nincsen sor, és meg tudod vásárolni. Mikor, tehát ez az egyik része. A másik, hogy erre vannak emberek, akik vevők. Nem tudom, én sosem álltam sorba készülékért. Krisztián, majd csekkold már egyszer Marci hangját, mert mintha azt mondaná itt valaki, hogy nem hallatszik a Marci rendesen, csak az én mikrofonon keresztül, de hát végül is boldjuk. Neked hallatszik? Akkor Boatnak üzenném, hogy a mivel sztereóba szól az adás, így valamelyik oldal, azt hiszem, hogy a Marcitán rendezői bal oldalon ül, tehát a baloldali kábeledet egy kicsikét mozgass meg, és akkor helyén. Jó, hát vagy ha nem ilyen, akkor csak Krisztiánnak és Wendynek beszélek ma. nem, nincsen erről szó. Nem tudom, egyébként mi volt még ezen a kínóton? A kínóton? Hát a kínóttal önmagában nem volt probléma, sőt. De mutattak be valami jót, mert azon is láttam, hogy ott örömködtél, hogy de jó, és már néztem is, hogy mi van, Apple-os lettél. Nem, mondom, hát nekem a Mac Pro az, ami elnyerte az én tetszésemet. Tehát hát most ilyen az, van PC-ben, ilyen van PC-ben is. Hát, de... Oké, minden van, tehát mindent lehet csinálni, ugye a moddingolásról hallottunk, már lehet szemetes kukába számítógépet építeni. De miért attól gyorsabb lesz a gép, hogy ilyen nem alapú? Nem ettől lesz gyorsabb, hanem benne van. Hát, az is durva azért a 12 magos Xeon processzor, azért az úgy szerintem eléggé rendben van, illetve ami ugye mindenképpen fontos és megemlítendő, hogy az operációs rendszert az Apple egy érdekes húzással ingyenessé tette, tehát végre az OS X a világon legelőször, tehát az első ilyen kiadásában ingyenesen frissíthető, illetve elérhető, tehát ingyenes operációs rendszerről beszélünk ugye a Mavericks kapcsán. Ingyen bemegyek és elhozhatom? Hát nem, ingyen nem mész be és elhozhatod, hanem gyakorlatilag lefrissíthetem. Ha megveszem a számítógépet tripla áron, akkor ráfrissíthetem ingyen. Így van, úgyhogy ez szerintem ez pozitív minden esetre. Ugye összehasonlították itt a Windows 8.1-esnek az önmaga közel 300 dolláros árával, tehát hogy így egy operációs rendszer. Hát ez mondjuk annyira, hogy mondjam, tehát oké, most ez fontos, meg jó dolog, hogy ingyenessé tették, de hát ez akkor lenne nagy, vagy akkor lett volna igazából nagy dobás, hogyha ezt már korábban is ingyenesen adták volna. Tehát most az, hogy meg micsoda gesztus, hogy ingyen adjuk az operációs rendszert, de vegyél hozzá sok százezerért a számítógépet, ugye. Tehát akkor nincs ingyen, hanem árukapcsolás. Hát árukapcsolás persze, hát miért is gondoltuk volna. Minden esetre azért ez egy mindenképpen egy jó húzás. A magukon az eszközökön, tehát ugye az iPad, illetve az iPad mini is egy ráncfelvarráson esett át, tehát a következő generációs szériákat mutatták be belőlük. De valami új lett azon kívül, hogy beletettünk még egy memóriakártyát, amit minden más eszköznél meg lehet tenni. Abszolút ráncfelvarrás történt, ja? Tehát különösebb egyéb más újdonság nem. Hát akkor részemről ennyit erről, jó.
ezt most kihagytam, de hát igazándiból nem tudom, hogy az, az fejlesztés, hogy beletesznek még memóriakártyát, amit egy más eszközbe simán bele lesz pattint, ami oldalt. Rengetegszer szoktuk mondani, hogy nincs új a nap alatt, tehát túl sok mindent nem tudnak beletenni. Memóriakártyát meg hát ugye alapból nem igazán lehet cserélni az ilyen eszközökben, tehát maximum tényleg úgy lehet upgrade-elni az eszközt, hogy ezeket gyárilag ugye belerakják, mert nem úgy működik, mint általában az androidos eszközök, hogy SDHC kártyát bemész valamelyik boltba, veszel és fölupgrade-eled magadnak, és már több tárhelyed van. Itt az upgrade-hez gyakorlatilag egy új készüléket kell vásárolnod. És hát meg ugye logikus módon a processzort növelték benne, a grafikai teljesítményt növelték benne. Jó, hát akkor erősebbek lettek, de akkor semmilyen új lélegzetelállító dolgot, ami megváltoztatja a világot. Illetve a Mavericksnél van még annyi újdonság, hogy amellett, hogy ingyenes lett, egy optimalizáláson is keresztül esett, ami annyit jelent, hogy lényegesen gyorsabb lett az operációs rendszer alapműködése. Igen, ez de itt ilyenkor mindig merül be felvenni, hogy ezt a korábbi verziónál nem tudták megcsinálni. Hát de nézd meg egyébként, hogy mennyivel más az, hogy mondjuk egy Windows 8 meg egy 8.1, ugye a 8-at kiadják, utána volt gyerekbetegsége, elég súlyos gyerekbetegsége, a 8.1-re orvosolják, és az egész világ fölhördül, meg mindenki. Ugyanez megtörténik itt is. Uh-huh. Csak teljesen úgy be tudják csomagolni, és úgy be tudják adni, hogy így gyakorlatilag még megköszönött, hogy ez így volt. Nem, ebben jó az Apple, és le a kalappal. Tehát végignézve ezt a prezentációt, szerettem volna ott dolgozni, ott lenni. Tehát, hogy tényleg ebben ők nagyon jók, hogy eladják az eszközeiket. Mert nem azt mondtam, hogy a is, És feltaláltak a fehér számítógépet, azért ez ilyen nincs. Vettem még egy HDMI kábelt, hogy fehéret? Kipróbáljam a... Ne kezd te is, pont ezt akartam sztoriként mondani, erre lelövöd. Tehát pont azért, hogy itt a digitális fényképezőmet kipróbáljam, hogy milyen, hogyha az ember ráköti egy tévére. Jó, nem? Hello. És gyakorlatilag igen, mert shutter van rajta, és ez nem lehet levenni, de ez a fényképezőnek a hibája. Mindegy, most ez más kérdés. És az Andris is rögtön ezt kezdte, hogy és fehér? Persze! Tehát, hogy nem tök mindegy, hogy kábel milyen színű, egyébként volt belőle fehér, jó, ezzel forintan drágább. Jó, de ők olyan kérdezni, hogy valószínűleg a fehér festék ezek szerint drágább egyébként, hogyha egyszer a fehér kábel, ami egyébként ugyanaz a gyártmány, minden, a fehér ez ezresen drágább. De nekem pont volt a hétvégén ismerősöm, és hétvégén, na nem, bocsánat, 23-án, tehát a szerdai napon, pont a telefont, egy iPhone-t, hogy frissítsük le rajta, le akartam frissíteni, mert nem frissítette le ugye az új iOS-re. Milyen telefon ez? 4-es. Azt ne frissítse, lassú lesz. Az én lassú mondtam, lesz. De... Ja, hogy lefrissítette és lassú lesz. Nem, hanem a frissítés annak ne csinálja, és akkor de hol kell frissíteni, és akkor pont az, amit múltkor mondtam, hogy egyetlen egy ilyen menüpont van a készülékben, és egyszerűen ez az egyszerűség annyira elbutítja az embert, hogy az egy menüpontos, hogy kell frissíteni a telefont, nem találja meg. De nem szól a telefon? Nem szól, hogyha a frissítés érkezett? Nem tudom. Nekem Andorinyál, hogy hát jó, de ez egy androidos telefon, ez jó, nem menjünk ebbe a vitába bele, mert tudod, hogy akkor kapunk a fejünkre a kedves nézőktől. De nem egyébként kedves néző, akkor itt mondom, meg lehet győzni, ez az új Mac Pro-t be lehet ide nekem hozni ajándékba, a kettőt is a vendének, és akkor meggyőzhettek minket, tehát arról, hogy ez jobb. És megjelenik két kukával valakit. Nem. De tényleg, én abszolút szívesen menném, a karácsony. Megveszed nekem? De jó, juhút! Mindenki hallotta. Meg ne lepődj majd. Egy kukát fogok benni egy banánhéjjel. Banánhéjjel. Na, sziasztok, Tamás! Szia Tamás, bejelentkezés után a Windows 7 az alábbi szöveget jeleníti meg. A script file, C program files, common files, system engineers, out.js nem található. Ez most a legutóbbi újraindítás után kaptam először kb. 10 perc, ez mitől lehet, mi a baja, tötterö. JS, hát az valamilyen Java, vagy JavaScript-es fájl, ugye, mindenképpen. Igen. Úgyhogy én első körben lefrissíteném a Java-t a gépemen, mert ez a Common Files meg System Engines, ez valamit, ami azt pakolhatod be, ez valami olyasmi lehet, úgyhogy ezzel próbálkozz. Ha meg nem megy, azt hiszem az ilyen hibára, bár nem tudom, mi történt korábban, az ilyen hibáknak a megoldása lehet egyébként a rendszer visszaállítása egy korábbi időpontra, egy pár nappal ezelőtt, amikor még nem tapasztaltad, és lehet, hogy megoldja, de mondom, először szerintem a Javát ezt frissítsd rá. Nekem is múltkor rosszalkodott egyébként, valamilyen chatbe akartam belépni, és nincs a gép, nem mondom. Azt csinálni ilyet, igen. Tehát ilyenkor érdemes fölmenni a weboldalra lefrissítgetni. Illetve a Chrome böngészőnél azt külön kell futtatni, tehát magától nem futtatja a Javát, hanem fönte a felső menüsorban felhívja a figyelmet, hogy itt egy bővítményt szeretne futni, engedélyezed-e? És ha azt mondod, hogy futtatás, akkor kezd el futni, tehát önmagától nem indul el.
csak itt szólok, hogy a tali lámpa az éppen stroboszkóp. Hoppa, látom Péter, látom Péter, Péter kedves Péter, nézünk, tehát rátalált itt a régi fixes. Igen, dolgokra. Tegnap én is nézegettem. Én egy érdekes, tegnap számoltunk be egy érdekes hír látott napvilágot, ugyanis állítólagosan az AMD viszonylag régebbi processzora, mint az Athlon X2-esről beszélünk, Athlon 64 X2-es verzió, illetve egyes Opteron processzoroknál előfordulhat, hogy nem fut a Windows 8.1-es verzió rajtuk. Mert Mavericks-et kell rátenni. Marci. A következő a helyzet, elismerte a Microsoft is ezt, hogy egy speciális utasítás készletet tartalmaz ugye a 64 bites Windows 8.1-es verzió, amely nem kompatibilis az Athlon 64 bites processzorainak bizonyos típusaival, úgyhogy aki ilyennel rendelkezik és frissíti a 8.1-re a Windows-át, az esetlegesen ne lepődjön meg, ha nem fog működni. Ő nekik javasolják a 32 bites verzió használatát, vagy processzor cserét. Ugye logikus módon. Régi processzorról beszélünk, tehát egyébként is illdomos valószínűleg idővel cserélni, tehát lehet, hogy ezt most kell megoldani, amennyiben valaki Windows 8.1-re szeretne frissíteni. Ez azért érdekes, mert a sima 8-asnál ez a probléma nem jelentkezett, a 8.1-esnél jelentkezik. És azért sokan használnak AMD processzort, ráadásul az Athlon 64 X2-es, az egy elég népszerű processzor család volt úgy 4-5 évvel ezelőtt, igen, és szerintem mind a mai napig sokan használják. Meg ha 64 bites processzoron van, akkor hogy használják már a 64 bites operációs rendszert? Merülne föl ugye alapvetően a történet. Se baj. Nem baj, igazából, tehát hogy vagy procicsere, vagy 32 bit, egyébként valamelyest ilyen processzoroknál lényegtelen. Nem az, hogy lényegtelen, de a 32 bites is ugyanezt fogja eljátszani, mint a 64 bites. Nem csak itt körbenézek, hogy díszkivilágítás van ott bent, ott is zajlik valami műsor? Egyébként pont most láttam a HVS-en egy cikket, pont amiről beszélünk, hogy vége az iPhone csodának Magyarországon, gyakorlatilag érdektelenségbe fulladt az egész történet. Hát nem csak Magyarországon szerintem már. Igen, nem, hát igen, azt hát pont ez az, amiről egyébként beszéltünk itt az elmúlt hónapokban, fél évben, hogy ez is olyan trendkövető történet lett. Vagy jó, vannak újdonságok, új lenyomat, hogy hívják, NSA-t is ki kell szolgálni, de ettől függetlenül azért ez érdekes. Na, viszont a másik, hogy úgy néz ki, hogy a Gmail és a Google Docs, vagy Gmail és a Google Docs okosabb lesz nálam, ugyanis kész írás felismerést kapott mind a kettő platform. Új beviteli módot adott a Gmail és Docs szolgáltatásához a Google. A dokumentumok vagy levelek megírásánál immár kézírás felismerés is használható, legyen szó akár kínai, japán vagy orosz nyelvekről, tehát az extra dolgotás benne van. Úgyhogy ez most már működik, ugye az érintő kijelzőnél vagy tollas megoldásnál jó. Uh-huh. Egyébként ez roppant érdekes lehet, mert én például a saját kézírásomat nem ismerem föl, nem tudom elolvasni. Úgyhogy lehet, hogy a Google okosabb lett, mondom, mint én. Úgyhogy az ugyanannak bevezetett beviteli opció egyébként meglehetősen pontos, az egér vagy a touchpad segítségével ügyetlenül netán sietve odavetett karaktereket is jó részt felismeri a tesztek alapján, de egyszerre több betű vagy akár több szó is megadható, legalábbis amíg a rendelkezésre álló ablak enged. Apró hátrány, hogy a mező mérten nem állítható, pedig ebben az esetben hosszabb összefüggő szövegbevitelére is alkalmas lenne, ugyanakkor pozitívum, hogy áttetszővé válik használaton kívül, az ablak mögötti tartalom is olvasható. Úgyhogy ez nagyon jó. Egyébként még itt van a nyelvi korlátok ledöntést célzó funkció, egyébként a Google kereső és fordító szolgáltatásának okostelefonos és tabletes verziójában is megtalálható, sőt a Chrome böngészőhöz is letölthető egy bővítés, egy add-on formájában. Kézírás felismeréssel egyre több készülék és szoftvert használhat válhatunk, azt megtaláljuk többek között ugye a Windows 8.1-ben és egyes androidos készülékeken is. És ha a fizikai billentyűzet esetében nem is, a funkció az érintő kijelzős eszközöknél sokszor hasznos lehet. Ugye mielőtt bezúztam volna a Note-omnak a kijelzőjét, és úgy volt hozzá kis toll, akkor sokszor is azzal jelzeteltem. Te megpróbáltad most tollal mostan igazára a gárán, vagy bele kell kvarcolni? Igen, tehát meg kell találni hozzá a tollat, az is mondjuk segíteni esetleg ez egy történetben. Jó, úgy értem, tehát hogy itt hibázik a történet. Apró dolgok vannak a történetben.
Na, üzenetküldő szolgáltatás, azonnal üzenetküldő szolgáltatásokról beszéljünk egy kicsikét. Én kifejtettem a kedves nézőknek, készül új messenger kis macskával. Kifejtettem a kedves nézőknek, azt hiszem pont a tegnapinak folyamán, hogy igazából annyiféle azonnal üzenetküldő szoftver létezik, mert itt főleg a mobilos környezetre gondoljunk első körben. Viber, WhatsApp, Line, Tengu. Hát a Viber például most, amit én leginkább használtam, az egy 7-ig az most gyengélkedett, hogy gyengés voltam rá. Igen, problémái a Vibernek, ez tény. Illetve ugye a Facebook, Skype is ezek közé sorolható, hogy már gyakorlatilag annyiféle van, hogy kell ennyi. Használunk ennyit? Már csak azért is, mert gyakorlatilag az ismerőség nagy része, akikkel mondjuk ezeken az üzenetküldőkön szoktam általában beszélgetni, mindegyiken föl van. Minek? Tehát nem lenne egy darab, és azon kommunikálni, mint hogy a telefonod néha kiad magából olyan hangokat, hogy még életemben nem hallottam, és így ahogy jött egy ilyen üzenet. Én hármat használok, a Skype-ot, az hanghívásokra leginkább, a Viber-t, meg a WhatsApp-ot, azt meg textingel, és a jó Viber-es hát útból beszél. Micsoda? Hát és a Facebook, ott se hagyjuk a Facebook, amíg a Facebook az nem azonnal, a Facebookot nem használom azonnal üzenetküldésre, ott üzeneteket váltok. Marci, na jó, mindegy, oké, okay, elhiszem. Nem, de nem, az is ugyanarra jó, de a Facebookon, hogyha valaki rám ír, én ezt nem olvasom el azonnal. Jó, de ez az a, utána az ilyen, ez most már inkább ilyen netiket dolog, hogy szia, itt vagy? Hol? Meg szia, kérdeztetek valamit? Már kérdezték. De tett fel a kérdést, nem csetele, tehát a Facebook csetele, azért van, mint csak amikor itt ülök, akkor szoktam látni nála itt a Facebookon, hogy ott van a kis zöld pöltje nevem mellett a telefon miatt. Uh-huh. De nem, a Facebookon nem csetelek, tehát valaki velem hosszabban beszélgetni akar, akkor hívjon föl, rövid üzenetek váltására, itt vannak ugye ezek a történetek. Jó, hát igazából ugye... De a BlackBerry-nél is van egyébként chat. Van, és pont erről is akartam beszélni, hogy ugye megjelent a BlackBerry népszerű üzenetküldő alkalmazása, amelynek egyébként a nevét BBM-nek hívják, nem tudom egész pontosan minek a rövidítése, gondolom én BlackBerry Messenger, igen, valami ilyesmi, akkor az. Annak a rövidítése. Azt nem értem, hogy ugye mitől népszerű, tehát azért, mert a BlackBerry csak használják, akkor persze, mert ott attól népszerű, de megjelent iOS, illetve Android telefonokra is. Nem mint, hogyha BlackBerry nem lenne Skype, nem lenne Facebook, nem lenne, azt hiszem még Viber is van talán. Igen, csak ugye a BlackBerry indult el először ez a texting, ilyen text sajátos dolog, ugye a QWERTY billentyűzettel használjátok a többiek, de ez mondjuk azért jobb, mert aki BlackBerry nyomja, azzal tudsz így akkor egy platformon lenni, és még egyféle fura hangot akarsz a telefonodnak, hát Androidon is. Tehát a lényeg, hogy lefrissíthető az App Store-ból, illetve a Play Store-ból. Én nem fogom lefrissíteni, illetve föltenni ezt a szoftvert, mert mondom, tehát már így is én még múltkor írtottam le a WhatsAppot a telefonomról, mert minek? Gyakorlatilag. Hát kommunikálni. De ugyanazokkal az emberekkel, akik a WhatsAppon néha-néha kommunikálok, ugyanazokkal tudok kommunikálni a Viberen is, meg a Facebookon is. Tehát gyakorlatilag nincs funkciója, már a bőség zavar. A WhatsAppot azért használtam egy időben, mert volt egy időszak, de most már elvileg az sem igaz sajnos, hogy a WhatsAppot azt nem tudták megfigyelni az amcsik. A Viber pedig igen. Ezért használtam például a WhatsAppot egy ideig. Uh-huh. Jó, hát mindenki azt használni akar. Bár ugye most már Angela Merkel mobiltelefonjánál tart ez az NSA ügy, tehát most már ugye, amiről beszéltünk korábban, most már behívatták az amerikai nagykövetet, mint Németországban, mint egy Franciaországban, sőt az Európai Uniós csúcs is foglalkozik ezzel, hogy ugye lehallgatták akár az európai telefonhívás, a vezető telefonhívását is. Erre mondta azt Magyarország miniszterelnöke, ugye, hogy nem kell mobiltelefont használni. Oda kell menni. Oda kell menni. Egyszer volt egy ilyen, hogy azért... De egyébként általában az ilyen vezető pozícióban lévő emberek nem használnak, tehát ők mindig körül vannak lévő emberekkel, azok az emberek használnak a titkárságon, ha valami van, akkor azt hívják, és onnantól kezdve majd szólnak neki. Tehát a magánéletben lehet, tehát amikor valószínűleg hazamegy a parlamentből, azért, hogyha fel akar hívni az asszonyt, akkor nem hiszem, hogy bemegy egy telefonfülkébe fölhívni. Bedob egy 20-as, lesz egy telefonkárnyára. Bemegy csak egy hát... nemzeti váltóboltba, és vesz aprót a telefonfülkéhez. Na, bemegy a matalhoz telefonálni. Kér egy analóg fővonalat, oda kihúzzák neki rögtön, ahol van. Na, de nem egyébként, hát az a lényeg, hogy
ugye egyébként visszatérve, tehát tényleg túl sok van, tiltak, tényleg túl sok van ezekből a chatprogramokból, de mondjuk ugye, és itt az SMS létjogosultsága, már az SMS biztos, hogy megkapod. No, hát azért ne legyünk annyira 100%-ig biztosak ebben, mert azt, tehát, hogy ugyanúgy, mint minden rendszernek van hibája, az SMS-ek között is azért volt olyan, meg szerintem minden mai napig előfordul, hogy ott sem minden esetben kapod meg rögtön. Tehát, hogy valamiért fönnmarad a rendszerben. Hát azért ritkább, mint a Vibernél, amit most múltkor kinullázta a kontaktjaim, az üzeneteimet, újra kell telepítenem, hogy működjön, és így elvesztek a korábbi beszélgetések, amik nagyon fontos tartalomba bírhattak akár. Jó, Leslie írta nekünk, hogy sziasztok, nem posztoltatok a Face-re, és majdnem lemaradtam, pedig de kiírtuk, hogy, elindult a Restart Extra, úgyhogy aztán Kevinnek van egy olyan hibája itt nekünk, amit Windows 7 alatt kapott, amikor nagyítót szerette volna használni, de egy érdekes üzenet jelent meg, ugye, hogy a Magnify Exe, ugye, ami a nagyítóért felelős, az így nem indult el, a kiszolgáló hivatkozót adott vissza. Hát figyelj, ez az a baj, Kevin, hogy amit te ide linkeltél, ez több sebből is vérzik ez a kép. Valami... Tehát, hogy először is a Windows nagyítója az nem így néz ki. Aztán a Windowsnak a keret szerkezetével is vannak problémák, ahogy én ezt érzem, bár ugye át lehet skinezni, tehát az mondjuk akár még lehet így is, de egy ilyen félig mekes, félig valami, és utána még rás, ilyen duknukemes ikonnal, ez nem igazán, hiszen hogy a nagyító lenne, úgyhogy én az az érzésem, hogy te vagy valami vírust kaptál be a gépedre, vagy én nem tudom, de ez ilyen hibaüzenetet én még nem nagyon láttam igazából, de meg tudjuk mutatni elvileg a kedves nézőknek is, hogy miről van szó. Az átváltozik öhövé, és meg tudjuk mutatni. Így van, ezt az üzenetet kaptuk, tehát Kevin. Hát igen, ez így. Jó. Oké. Valami milyen képet. Na. Kompatibilis mód. Te figyelj, srác, te mit futtatsz te? Tehát, hogy így... Azért az elég durva lenne, hogyha kompatibilitás módba kellene a nagyítót futtatni. Tehát az már akkor... Az nem az Explorer Exe-t is kompatibilitás módban kell lefuttatnia. Azért ennyire nem butult be a Windows, még a 8.1-nél sem szerintem. Nem, egyébként én lehet, hogy most a hétvégén fölteszem a 8.1-t. Ahelyett, hogy elmennék lumpolni, mint a, nem tudom, a huligánok, az éjszakában lehet, hogy fölteszem a 8.1-et. Hát figyelj, Marci, végül is az is. Tedd fel először virtuál. Az úgy, abba semmi izgalom nincs. Hát de hogyha megnézed, hogy egyáltalán jó-e, még mielőtt újrainstálod és megint morogsz, hogy nem jó, aztán mehet hát vissza. Hát legalább végig. Elfogalom magam. Jó, te tudod, ha ráérsz, akkor csináld. Én virtuál boxban próbálnám ki, de én azért nem próbálom ki, amíg nem vettem meg. Másra kell a pénz, a rezsire meg ilyenekre, majd veszek Windows-t, ha lesz pénzem. Torrentezve, nem torrentezek, tehát még mielőtt bárki azt mondja, hogy ha töltsd le, hát nem töltöm. Miért nem? Mert nincs kedvem. Jön a YouTube fizető zene szolgáltatása, ugye most már elég a tumult az online zenei piacon, akár itthon Magyarországon is, akkor ugye a Google Play Music volt a legutóbbi, amiről beszámoltunk. Itt van ezúttal a YouTube révén egy újabb történet. Uh-huh. Ugye a YouTube eddig is népszerű volt zenehallgatásra, rengetegen indítottak el lejátszási listákat és tették háttérbe a böngésző ablakot, ugye a YouTube diszkóvá változtak a házi bulik, ez már a legalja szokott lenni. A szolgáltató sikerének egyik bázisa az, hát mert akkor lemegy a zene és följön a zene, az milyen? Akkor csönd van. Tehát ez rengeteg... honnan Discord-től, pont ezért. Csak, ez egy YouTube Discord. YouTube playlist. És közben még egy reklám is, hogy vegyél, nem tudom mit. A szolgáltató sikerének egyik bázisa a zene, rengeteg tapasztalat gyűlhetett össze az elmúlt években a zenefogyasztási szokásokról. Úgy tűnt eddig, hogy ezt a tudást a Google igyekszik a Play-be teljes egészében átmenteni, de most úgy látszik, hogy mégis sokat ér a YouTube tömegvonzása. Az előfizetés a hírek szerint nem mozdul ki a már iparági standardé váló havi $10-os rákból, és nem meglepő módon a szolgáltatás fókuszában mobilos felületek állnak majd. A még misztikus alkalmazásban videókat is nézhetnek az előfizetők, de a normál zenehallgatás lehetősége is kidolgozottá válik, mindez pedig megszakítások, reklámok nélkül. Na, ugye itt van a lényeg. Itt van a lényeg, ugyanis szerintem, tehát pláne, hogyha képet is ad hozzá, már pedig a YouTube ugye alapvetően egy videó megosztó portál, tehát oda csak úgy zenét nem tudsz feltölteni, valami kép kell hozzá. Ha más nem, egy fekete képernyő, amin alatt szól a zene, de gyakorlatilag innentől kezdve végül is
ez inkább az a hír, hogy elindul a fizetős YouTube, ugye ahol reklámmentesen, bizonyos térítésért cserébe, tehát havidíjért cserébe lehet videókat nézegetni. Gondolom én ez egyébként, ha kimondottan először a zeneszolgáltatásra is akarják itt kiélezni, szerintem ez ugye alapvetően azt fogja jelenteni, hogy a komplet YouTube-od, a YouTube fiókod gyakorlatilag ugye előfizetéses alakul, és a videók, amiket nézel a YouTube-on, gyakorlatilag azokban akkor nem lesz reklám, hiszen ezért az előfizetési díjat cserében reklámmentesen lehet élvezni a videókat. Ugye? Mm. Tehát szerintem inkább itt erről van szó, mintsem, hogy zeneszolgáltatást indítan a YouTube, hát, de azért alapvetően nem arra való, tehát hogy ez... Jó, azért, tehát ugye répéskészen ebben is volt YouTube, mert ugye a különböző kiadók azok már régóta rákák a fölét, hogy ebben a formában nem biztos, hogy jó lesz, hogy mindenki feltöltöget mindent össze-vissza, aztán nem mindent szednek le, vagy hogy szednek le, meg stb. Uh-huh. Minden esetre most már legalább választási lehetőség lesz. Google Play, YouTube, Deezer, és még mit tudom, meg annyi. Ilyen. Spotify, meg stb. Úgyhogy most már mindenhonnan lehet zenét hallgatni. Persze pénzért, ami mondjuk egyébként nem olyan nagy összeg, de az attól függ, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá. Na, Boltnak van egy AMD K10-es, Phenom 4x 2600 MHz-es procia, és itt van egy érdekes dolog, az AMD processzoros dologhoz csatolná, amit mondtatok a Windows 8.1-esnél. A MemTest 5.1-es verziójában van valami hiba, vagy nem tudom, mert elmegy kb. 18%-ig, majd lefagy. Ekkor megnyom az ESC-et, amikor még nem ért el a 18%-ot, akkor is lefagy. Az 5.1-es előtti verzió, a 4.20-as tökéletesen működik AMD gépeken, az 5.01-es Intel procival is tökéletesen megy, és szintén nem fagy le valamiért, tehát csak ezen a processzoron fagy le. Nem tudok erre mit mondani. Vannak olyan szoftverek, amik meghűlnek, tehát frissítéskor valamit elrontanám bennük, és akkor nem biztos, hogy ez a processzor hibája lenne feltétlenül, vagy ennek köze lenne az AMD-hez. Nem tudom igazából. Tehát ez egy memória tesztelő program végül is, ami egyébként szintén a Windows 7-ben is benne volt már alapból, vagy benne van már alapból a memória tesztelés, tehát ez megint csak egy olyan dolog, hogy ez felesleges plusz programokat letöltögetni. Azt kéne megnézni, a Windowsnak a saját memória tesztelő programja az vajon tényleg 18%-nál kiakad-e, mert ha igen, akkor hát ha már memória tesztelő programról beszélünk, lehet, hogy hibás a memória. Bár mondjuk akkor a programnak nem lefagyni kéne kiírni, hogy hoho, hibás a memória, nem? Tehát, hogy vannak ilyen érdekes dolgok, egy-egy szoftverre, vagy annak egy-egy verziójára, hát sajnos így kimondottan nem tudom mit mondani. Pláne, ha egy másik gépen működik, csak nálad nem. Tehát vannak ilyen inkompatibilitási dolgok néha, amivel igazából nem nagyon lehet mit kezdeni. Meg kell próbálni együtt élni vele. A tegnapi cikket a Hír24-en láttad? Próbált, a legtöbb technikai problémát gyógyír lehet a restart. Az így van. Így van, ezért ülünk itt. Ez nem is kell többet hozzátennünk. Köszönöm önmagáért, mert köszönjük a PR cikket. Igen. Na jó, nem. De egyébként tényleg ez általában megoldás szokott lenni, ezt mi is rengetegszer súlykoltuk belétek. Ugye ez a tipikus esete annak, amikor valaki rinyál, hogy jaj, de hát olyan lassú a telefonom, és akkor hát miért nem indítod újra? Mikor indítottad újra utoljára a telefonod? Most őszintén, Marci, te is. Most tedd a szívedre a kezed, és mondd meg, hogy mikor indítottad újra a telefonodat utoljára. Mert ugye az ember hajlamos elfejteni, merülget rádunk a töltőre. Két hetem, akkor vettem ki a egy hetet pihentetni kell, hogy működjön. Akkor most ünnepélyesen indít csak újra a mobiltelefonot. Én kijöntem a szerkesztőségbe, mert betartom a szabályot, hogy nem hozunk be a stúdióba a mobiltelefont. Most megint engem savasztok? Nem. Én csak a szabályt mondtam. Én meg most újra indítom. Csak azért, hogy újra legyen. Na, menjünk tovább, egy nagyon fontos dologról beszéljünk, ugyanis alig egy hét múlva megszűnik hazánkban
teljes egészében az analóg földfelszíni televíziós sugárzás. Ugye az első ütem már július 31-én lezárult, a második ütemben október 31-ig bezárólag le fogják kapcsolni Magyarországon, tehát az analóg földfelszíni sugárzást, és csak és kizárólag digitálisan lehet majd az éterből televíziózni. Tehát aki eddig még nem gondoskodott magának valamiféle vételi eszközről, ugye aminek segítségével tudja venni majd a digitális adásokat, annak ideje iparkodni, mert jövő héten pénteken? Azt hiszem pénteken van. Ugye, vagy csütörtökön? Csütörtökön, jövő héten csütörtökön, egész pontosan 12 óra 30 perckor Magyarországon lekapcsolják teljesen az analóg földfelszíni sugárzást. Ugye a júliusi első körös lekapcsolást követően az ország többi felében is, észak, illetve észak-kelet Magyarország, Dél-Dunántúl ezeken a területeken is megszűnik az analóg sugárzás. Az analóg sugárzás helyébe lépő digitális televíziós szolgáltatás szinte az egész országban a lakosság közel 99%-a számára elérhető lesz. Egy szoba vagy egy tetőantenna, illetve egy dekóder segítségével, vagyis az érintetteknek az átállással nem kell megvárniuk az analóg lekapcsolás napját, mert már most is megy ugye a digitális adássugárzás, sőt már gyakorlatilag, ha jól emlékszem, most már 2 vagy 3 éve igen, ez megy, és folyamatosan ugye ez menni is fog, sőt csak ez fog menni. Az Antenna Hungária 19 átjátszó adó telephelyen november 1-én elindítja a digitális sugárzást, ezzel 90-re bővül a Mindig TV, illetve a Mindig TV extra szolgáltatásokat sugárzó telephelyek száma, tehát gyakorlatilag bővítik is az átjátszó adók számát. Itt ugye az extra szolgáltatással kapcsolatban így megjegyezném, hogy ugye alapvetően ingyenesen 7 darab televízió fogható, ami gyakorlatilag ebből van HD, ugye a közszolgálati csatornák HD-ben is elérhetőek, SD-ben is, és ezen felül ugye a 2 nagy kereskedelmi csatorna, tehát az RTL Klub TV2, illetve az európai, mondhatni az európai Hír TV, ugye a Euronews is ingyenesen vehető, ezen felül természetesen infócsatornák is vannak. És mi a például az egyik infócsatornán, hogyha valaki olyan készülékkel rendelkezik, ami HBB TV képes, ott még a mi adásunkat is nézhet. Igen, de mi a helyzet azzal, hogyha valakinek van egy digitális ilyen beletérjébe bővetsége, és a 7 csatornát nézi, de szeretné, hogy ott van a többi is, hogy így van, hát akkor az előfizetéses módon. Így van, akkor vásárolnia kell egy új beletéri egységet, mert valamibe bele kell rakni a kártyát. Hát azért a legtöbb beltérében van alapból kártyahely, tehát abba tud tenni kártyát, de ha esetleg mégsem lenne, akkor valóban egy új beltéri egységet is vásárolni kell hozzá. Ami fontos, illetve igen. A vannak olyan televíziók, ugye a ma kapható televíziók mindegyike már rendelkezik ezzel a vevő egységgel, tehát gyakorlatilag aki mostanában vesz tévét magának, nem feltétlenül kell okos tévét, hanem bármilyen egyszerű hagyományos lapos tévét vesz magának, az nagy valószínűség a DVB-T. Eljutottunk ide, hagyományos lapos tévé. Hát már hagyományos, igen, mert már az okos tévé számít ugye a tévének, és a hagyományos tévé. 4K-s tévé. Az még azért túlzás, bár már olyan is van egyébként. És ahogy említetted, tehát extra szolgáltatásként, ha valaki esetleg nem rendelkezik ugye kábel tévével, akkor azért az éterből további közel 30 csatorna lehető, tehát természetesen előfizetéses konstrukcióban, tehát azok alapból kódoltan fognak megjelenni a készülékben. Megjelennek meg. Hát kiírj egy kódolt adás. Ha van kártyád, tehát hozzáférősi kártyád, akkor onnantól 120 kezdve... 120 egységes telefonkártya. Igen, akkor azzal már lehet nézni nagyon sok tévécsatornát, tehát kábel televíziós hálózatokat megszégyenítő kínálat van egyébként az éterben. Ami fontos a kábel tévénél, hogy ugye sok ilyen átvetés megy, meg különböző értékesítő, erre felhívták az NMHH-nál is ugye a nagy érdemű figyelmét, hogy előfordult az rengeteg esetben, hogy úgy győzték meg az analóg kábel tévéről az áttérés, hogy ez meg fog szűnni, az analóg kábel tévé nem szűnik meg, tehát akin kábelen, koaxon érkezik az adás, és nem tető vagy szabantennával, azzal nem nagyikat, nagypapákat tessék erre felkészíteni, mert tipikusan őket szokták bepalizni azzal, hogy az meg fog szűnni, tessék itt aláírni, és akkor hozzunk a set-top boxot. És gyakorlatilag magasabb költségbe köteleztetik el ezeket az idősebb vagy műszakilag kevésbé affinis embereket, pedig ugye eddig is analóg kábel tévét fogtak gyakorlatilag. Úgyhogy ez fontos, hogy akinek ilyen van a családban,
az enyém kedves erre felhívni a figyelmet, mert ugye több ilyen visszaélésről, sőt ehhez kapcsolódó reklám is van a televízióban, ilyen társadalmi célú hirdetés formájában, hogy erre vigyázzunk. Abszolút. Így van, aki mondjuk minket nézett, nem nagyon kell ezzel foglalkozni, hiszen hát ugyebár a televízió, hát sem az interneten, sem ugye a televízió, tehát a kábel tévéken ez az átállás, ez annyira nem kötelező jellegű, illetve a nagy része a háztartásoknak már egyébként is digitálisan tévézik, ugye a többlet szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlen, tehát ha vissza akarjuk tekerni a tévéadásokat, meg rögzítgetni akarjuk a tévéadásokat, ugye bár ehhez alapból digitális formátumban kell, hogy eljusson hozzátok, és a megfelelő berendezés segítségével, tehát egy set-top box, vagy a televízióba beépített ugye megoldással már így is lehet tévézni, és a jövőben is, és az analóg adások, amik esetlegesen még a kábelen vannak, mert ott még maradnak, azokat egyébként még jó sokáig nem fogják valószínűleg lekapcsolni a kábel szolgáltatók. Igen. Mert hát a zárt láncú hálózatról beszélünk, nincs túlságosan sok értelme. Bár abból a szempontból igen, hogy egy analóg csatorna helyére ugye be tudnak tenni sokkal több digitálisat, tehát így fognak valószínűleg operálni egy idő után a szolgáltatók. Bár ahogy állunk, hogy amennyibe kerülnek itt a különböző televízióadások, arra ne nagyon számítson senki, hogy a kábel szolgáltatók nagyon csatornákat fognak bővítgetni. Maximum egy-egy cserével. Viszont ezzel a szépen lassan, ugye gyakorlatilag az analóg fölfelszíni sugárzás megszűnik, így ez a frekvencia felszabadul, ami majd például a mobil szélessel tekintetében lesz majd előny, hogyha az állam ezt értékesíti előbb-utóbb. Reméljük, hogy az majd gördülékenyen megy, mint a legutóbbi aukció. És akkor ugye azt a adatmennyiség éjséget, amivel itt tombolunk, azt ki lehet elégíteni, ugye itt a különböző megahertzken. Képzeld el, hogy most már a ICANN, ugye a Nemzetközi Domain Regisztrációs Szervezet, aki a különböző pont valami végződéseket ugye osztogatja, gyakorlatilag bejelentette az újfajta címvégződéseket, ami minket nem érint valószínűleg, de hogy most már nem csak a latin karakterrel álló legfelsőbb szint úgynevezett top level domainek lesznek, hanem arab és kínai ezükkel is, tehát most már is lehet regisztrálni. Hát ez főleg nekik fontos. Ez igen, mondom, ez nem ez csak kuriózum, azt mondják, hogy most nem akarok ilyen szép poént mondani, vagy csak poént, de ettől függetlenül ugye... Igen, tehát mondjuk egy ilyen kínai karaktert, amiben itt pont illusztrálják a cikkben, hogy például mit kéne beütni, most ezt kereshetjük itt a billentyűzetünkben valószínűleg. Igen, tehát ez nem a nemzetközi vállalatoknak lesz jó, de mondjuk arab országokban egyáltalán van internet? Mármint engedik? Nem hát mindenhol. Engedik, hát hogy ne engednék. Nem mindenhol van, ahol ott lelőnek, vagy nem tudom előre. Jaj, Marci! Megbotoznak. Azért ez nem így megy, ott is vannak fejlődő, meg kevésbé fejlett országok, hát valószínűleg ennek függvénye, hogy mennyire lehet az internetet használni ott is. Na jó, menjünk tovább, Mark Zuckerbergről essen egy-két szó. Tavaly, képzeld el, 500 milliárdot keresett Mark Zuckerberg, már hogy forintban, dollárban az ilyen 14 milliárd környékén van. Fogadjon örökbe, lenne apu! Bocs, Vater. Mark Zuckerberg, a Facebook alapító és jelenlegi elnöke volt, a legjobban fizetett észak-amerikai vezető a 2012-es évben. Az idén 29 éves fiatalember ugyanis nem kevesebb, mint 500 milliárd forintnak megfelelő dollárral gazdagodott. Még fiatalabb is? A tavalyi évben. Hát, nohány. Ugye apuci? Öcsike. Zuckerberg ezzel egymaga annyi pénzre tett szert a tavalyi évben, mint a kilenc után a következő legjobban fizetett vezetőtársai együttesen. Ki is lépek a Facebookról, hogy ne kapjon több pénzt utánam. Illetve, csak ilyen összehasonlításképpen még mondanánk, hogy ez annyi pénz, amennyi gyakorlatilag a négy leggazdagabb magyarnak az összes vagyona. Ő annyit keresett egy év, a 2012-es évben. Úgyhogy ő már rég megcsinált volna a négyes metrót szerintem, sőt. Na jó, ennyi a hír lényegében. Az elszomorító. Tim Cook csak a tizedét kereste. Ő biztos nem a centerbe jár, ezért nem parfümöt vásárolni. Na, szóval ezt a fel. Nem használ, tudod. Hát informatikusod azért sokan nem. Jó. Tényleg olyan jó idő van, nem is láttam most, hogy a szandálok, mik előbukkantak volna, hogy a véhanszonyok. Marci! Ne legyen olyan divat diktátor.
Na, feltörték a Windows 8.1 aktivációs folyamatát, erről beszéljünk egy kicsikét. Jó. Mi van? Semmi. Alig egy héttel a frissítést elérhetővé tételét követően hackereknek már is sikerült fogást találniuk a Microsoft operációs rendszere legújabb kiadásának aktivációs folyamatán is. Hát ez várható volt. A frissen kiadott eszköz segítségével így a Windows 8.1-et legálisan meg nem vásárló felhasználók is korlátlan ideig tudják használni a rendszert helyes aktiválási kulcs hiányában is. Az új Windows illegális kópiáinak aktiválására már egy már a korábbi Windowsok esetében is ilyen célra bevált trükköt használnak fel. Utóbbi az eredetileg a vállalati felhasználásra szánt úgynevezett Key Management Service szolgáltatás segítségével veri át az operációs rendszert, a jogtiszta használatot kikényszeríteni hivatott rutinjait. Tehát ugye az operációs rendszer, amikor regisztrálsz, akkor leellenőrzi, hogy egy megfelelő algoritmus segítségével, hogy az általad megadott aktiválási kód az helyes-e, illetve hát, hogy egyáltalán igen. Ha ott ez valamilyen generálás, tehát valamilyen program segítségével jött létre, akkor is, ha ezt az algoritmust követi, akkor gyakorlatilag eredetinek fogja minősíteni, és használható. Ugye hát nem is kell elmondanom, hogy nagyon sokan így használják alapból a Windows-okat. Így van, és hogy mondd a linket. A link a következő oldalról letölthető, dehogyis vicceltünk, ilyeneket mi nem mondunk. A számos újítással érkező Windows 8.1-et egyébként legitim Windows 8 felhasználók teljesen ingyenesen letölthetik, de a szoftver jogszerű példányában még nem rendelkező vásárlók és a korábbinál kicsit kedvezőbb áron tudják egyébként megvásárolni a boltokban, tehát azért még mindig húzós az ára, én azt gondolom. Pláne azok után, hogy már az Apple ingyenesen adja az operációs rendszert, ezek után illene most már egy ingyenes Windows-t is kiadni szerintem, nem? Ez lehet már Microsoft. Hát de egyébként, volt erről még szó, még amikor ezeket készítették, hogy gyakorlatilag ingyenes lesz, de aztán elvetették, gondolom a befektetők nem olyan mentek bele. Igen, valahogy az a baj a Microsoft, hogy nem találja, még mindig útkeresésben van, és nincs ez a komplex érzése az embernek, mint mondjuk az Apple termékeknek, ezt élnek meg a iOS-re, meg a mi az OSX-re, igen, meg Mavericks, meg ízek. Tehát, hogy ez egy komplex érzés, itt van az egész termék, de itt meg ilyen, hát most meglátjuk, hogy a 8.1-el mi lesz, de mondjuk még mindig... Lefagy! Mondjuk még mindig Windows volt a legtöbb gépen. Igen. Tehát. Ide átér a Doors-ra lassan. Na, hát egy számomra kedves hír következik. Én panaszkodom mindig ugye, hogy nem szeretem a kicsi táblagépeket. Hát mindjárt itt van egy 10 méteres Surface Laptop táblagép. Ezt már látom valószínűleg. Ugyanis egy gigantikus 10 méteres Surface 2 táblagépet mutatott be a Microsoft. Csütörtökön Londonban egy minden korábbi elődjénél nagyobb, közel 10 méteres képátmérői Surface 2 táblagépet leplezett le. A gigantikus táblagép bemutatásának oka nem az volt, hogy a cég mérnökei és vezetőinek végleg elment volna az esze, hanem Redmond mindössze promóciós céllal állított ki egy gigantikus táblagépet a brit főváros legforgalmasabb pontján, a Trafalgar Square-en. Hát igen, valószínűleg gondolom én nem értékesíteni tették, hogy akkor mostantól a 10 szolos után a 10 méteres átmérőjű táblagépek is kaphatóak lesznek. Hát szóval ez a 10 méter, ez 383 colt jelent egyébként. Ez a táblagép ugyanakkor nem csak egy buta kartondobozt képez, hanem tényleg működik is. A kijelzőjén ugyanis tényleg egy 8.1-es Windows látható, billentyűzetén keresztül pedig, ami akkora és olyan masszív, hogy szó szerint ugrálni lehet egyébként rajta, az érdeklődők irányítani is tudják a szerkezetet, tehát ez egy működőképes táblagép. Mi tudunk mutatni egy-két fényképet róla. Itt van kiállítva, tehát a Trafalgar Square-en maga a táblagép, és ott láthatjuk alatt a billentyűzetet, ugyebár, ha itt van egy kép, amin jobban látszik, hogy az emberkék gyakorlatilag ugrálnak rajta, és ezáltal használják is a táblagépet. Oké. Okay.
Mindezt azt teszi lehetővé, hogy az óriási táblagép ez egy valódi, persze sokkal kisebb méretű Surface kapcsolódik, ami feldolgozza a beviteli jeleket, illetve a képet szolgáltatja az irdatlan méretű képernyő számára. Akkor nem is igazi. Nem, tehát akkor nem igazi, hanem egy gyakorlatilag a háttérben egy kis manó nyomogatja gyakorlatilag a gombokat, és akkor úgy néz ki, mintha ez nagyban működne, promóciót reklám az egész. Ezzel szeretné reklámozni. Küldjék majd, de hogyha végeztek vele, nekünk jó lesz. Igen, a stúdióban jól mutatna egy ilyen tím, mondjuk egy nagyobb stúdió kéne hozzá, de szerintem az már inkább megoldható, ha kapunk egy ekkora táblagépet, nem? De küldhetnek 100 kicsit is. Egyébként abban is benne lennénk, sőt abban még ti kapnátok, az biztos. Oké, ha már egyébként a Surface-nél tartunk, akkor a Microsoft a múlt hónapban jelentette be ugye a Surface-ek második generációját. A hét közepén $100 csökkentett az előző generációs Surface táblagépek árát. Ennek köszönhetően a vásárlók már nagyjából $700 áron hozzájuthatnak, akár hagyományos, akár Windows program futtatással és alkalmas táblagépekhez, hiszen ez X86-os processzorokkal vannak ellátva ezek az alaplapok, táblagépek, tehát natív Windows fut rajtuk, nem az RT verzió. Ez jó mondjuk. Hát abból a szempontból jó, hogy gyakorlatilag igen, asztali gépnek megfelelő, vagy akár egy laptopnak megfelelő, egy megfelelő billentyűzet segítségével, tényleg laptoppá alakítható akár. És már akkor munkához is lehet ugyebár használni. Ugye ez a baj a táblagépekkel állandóan, hogy... Hát ez, hogy igazából dolgozni nem nagyon tudsz rajta. Az ilyen attól függ, milyen munkád. Igen, meg attól is függ, hogy milyen op-rendszer fut ugyebár rajta. Mert azért Androidon szöveget szerkeszteni, ez nem biztos, hogy a legoptimálisabb. Google Docs-ba lehet. Google Docs-ba lehet, igen. Most már kézírás felismeréssel. Ki is fogom próbálni felismerni a kézírásomat, ki ismeri jobban fel a kézírásomat, én vagy ő. Szerintem nyerni fog, igen. Jó, van egy kérdésünk, hozzászólásunk, nincsen valami? Mindenki tavaszba szabad, mindenki kint szaladgál a szabadidő, meg olyan szép idő. Megjött a tavasz, úgyhogy... Itt a nyár is mindjárt, lehet menni pancsizni a Balatonra. Egyébként halálkomolyan hajtanak a virágok ki, nálam, látszik. Ott kis virágok van, kis hajtás. Na, a műanyag növény, hanem ez az időjárás átveri a virágokat. Pont azt beszéltük a Krisztiánnal egyébként itt délután, hogy biztos vagyok benne, hogy, és remélem még az soká lesz ugyan, de... Mit? Ja. Tehát, hogy szerintem két nap alatt lesz mínusz. Tehát, hogy ez tipikusan az időjárás, amikor jó idő van, hogy majd egyszer csak így azt mondja az időjárás, hogy kanyec, és utána jól lefagy minden, és megint drága lesz minden. Igen. Úgyhogy remélem, hogy a rezsi harc következményeként enyhetelünk lesz, és akkor még jobban tudunk küzdeni a rezsi téma ellen. Igen. Na, egyébként tényleg nincsen nagyon sok más. De igen, ahhoz képest, oldalon. Hogy mennyi minden történt egyébként a héten, olyan túl sok újdonságról nem tudunk beszámolni. Most én ezzel a retina szkenneres S5-ösről beszéltünk ugye még a hét elején, az még talán újdonságnak hát, számít, bár igazából ezek iparági pletykák egyelőre, tehát nem lehet... Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ezzel akar debütálni, vagy ezt akarnám belerakni az S5-ös készülékébe a Samsung, minden esetre, mint opció, ez is ott van. Ugye, hogy nem az új lenyomat leolvasót, hanem úgy egyébként valamilyen újdonságot pakol bele. Aztán, amiről még érdemes beszélni, ugyebár, hol van? Új hol Skype-unk van. A 8.1-es Windows-ban új Skype van. De azt mondom, már beszél, ja? A 8.1-es Windows Skype-járól? De ez már megint új, nem az Android, a Skype volt új, igen, az is megújult, úgyhogy... Igen, tehát új Skype lesz, illetve már van a 8.1-ben. Hát videó üzenet van róla, igazából ez volt az előbb, amit plüttyögött nekem. Úgyhogy mit tud egész pontosan, illetve miben újabb? Jó, hát a kinézetét változtatták meg gyakorlatilag. És ilyen ismerőseim lesznek, hogyha felrakom? Hát például. Erik Meyer, vagy nem tudom, vele is setelhetsz a Skype-on keresztül például. Nem tudom, mennyire hát, lesz hajlandó nővére, bérdeket adni neked. Nővére vagy húga nincs. Biztos van. Ha egyáltalán valós emberről beszélünk, ugye már. Oké. Úgyhogy ez is egy és új dolgoság. És ezt a kérdéseket kell hallgatni, valakivel beszélek. Igen. A lényeg. Na jó, úgy, köszönjük szépen. Ennyi péntek van.
Ja, tényleg nem. Menni már haza, vagy mi van? Hm? De csak még van egy pár percünk a műsorból, azért gondoltam. Nem, nem, hát az izére gondolok. A gyenge poénjaimat egy végigértékeltem, miután kimondtam, hogy elég péntek van. Milyen cikre bukkantam. Csak hogy a végére kiverjük a biztosítékot. Ja. Az ember kékben. Ismét a Microsoftot másolhatja az új iPad-ekben az Apple. Ez igazából még ugye a megjelenés előtti hír. Nem tudom, mit gondol magáról, hogy a Microsoft, tehát hogy vagy az ipar, aki ezt gondolja róluk. Minden esetre az Apple, miután az iPad sorozatában lemásolta az eredetleg Microsoft által köztudatban bevezetett tabletek koncepcióját, termékcsaládja legújabb frissítésével ismét a Redmondi cégtől ellesett ötlettel jelentkezhet. Na, mire gondolunk. Milyen ebben az esetben a hírek szerint ugyanis az Almát cég innovatív munkatársainak annyira megtetszett a Microsoft Surface tábla sorozatának billentyűzettel kombinált védőburkolata, hogy egy az egyben lemásolták azt is a következő generációs iPad-ekhez. Hát ilyenről még nem nagyon hallottam egyébként a keynote-on, pedig végignéztem, úgyhogy ez igen erős túlzás. Egyébként meg... Már nem végignézted tényleg? Végig. Hát minden percét? Minden percét végignéztem, Marci. Akkor azért szerettél, de látjátok, és itt van a vendég, hát mindenki ismeri, hogy mi a hozzáállás az Apple, ez végignézi, végignéz egy ilyen vizet, és talán akarom, vásárolj, nem, veszem, nem, akarom. Nem, az csak a vicc része. Meg most ennyi. Ismeri a hozzáállás. Mi az én hozzáállásom? Hát az almás termékekhez tudom a hozzáállásodat, most nem akarom kiverni, biztos, ugyanaz, ami nekem. Te se szereted őket. De nem is utálom őket. De most már itt jaj, szeretnék egyet, meg már izé. Egyébként már, de ezt nem láttátok, adás előtt azért volt ilyen rohanás az elején, mert kiment fehér festéke, hogy lefújja a laptopját fehérre. De mindegy, hagyjuk, igen. És akkor gyorsabb lesz és szebb. Na jó. Úgyhogy ennyit erről, hát nem koppintott ez a lényeg, tehát nem koppintott. Nem koppintott, emiatt lehetett még 120 gigás memóriát. Igen. Na jó, zárjuk a mai adást, illetve ezt a hetet. Ez volt a héten a Restart Extra. Lehet lájkolni a Facebook oldalainkat, vendit a facebook.com/vendifix címen követhetitek. Marci pedig a facebook.com/fixmarci címen éritek el, és a televíziónkat pedig ugye a Fix HD oldalon. Lájkoljatok, szóljatok hozzá a témákhoz, mi pedig jövő héten ugyanígy 5 és 6 között itt leszünk, néha felváltva, néha együtt, úgyhogy nézzetek bennünket mindenképpen. Majd azt, hogy jó éjszakát. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Jó éjszakát mindenkinek. Kívánunk, nyugodalmas jó éjszakát. Jó hétvégét mindenkinek. Szevasztok. Sziasztok. Együttműködő partnerünk Acer.